Maite Peroni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Orosz István, Círják Csilla, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Rátonyi Hajni, Zöld Csaba, Madarász Éva, Herman Lilla, Halász Aranka, Seres Dániel, Talmács Márta, Kerekes Andrea, Renát Zoltán, Kelemen Kata. Árva Angyal. Tegnap az orromra csaptad az ajtót, de ma nem szabadulsz meg tőlem ilyen könnyen. Ki ez a lakás, Maricsúi? Amadori. Azi a naplopói. A rendezőmi. A rendeződi. Nem hiszem, hogy szükséged van rá, Maricsúi. Remek színésznő vagy a színpadon, és az életben is. De most ne arról beszéljünk, mi történt köztünk. Amit Omárral tettél, arra viszont nincs bocsánat. Lementél arra a birtokra, hazudtál neki. Hamis nevet mondtál neki, elhitetted vele, hogy szereted. És hagytad, hogy azzal áltassa magát, hogy a felesége leszel. És amikor úgy tartott a kedved, köddé váltál. Azért jöttél, hogy a barátodat védj? Nem, nem csak azért. Csak azért, mert ezt ő is meg tudja tenni. Azért jöttem, hogy a szemedbe mondjam, hogy képmutató vagy. És hazug. Mert még mindig olyan hazudós vagy, mint voltál. Talán igen. Éppen ezért, Maricsúi, nem is hozzád jöttem, hanem a fiamhoz. Tessék! Hol van a fiam? Hol a fiam, Maricsúi? A mai tárgyalás nagyon jól sikerült. Pedig Balbina nagyon izgult, hogy valami olyat mond, amivel bajba keveri. Nagyon hálás vagyok Balbinának, hogy ő is mellettem tanúskodott. Egy olyan egyszerű ember vallomásának, mint ő, nagyon nagy értéke van. Nagyon nehéz lenne elhinni, hogy ilyen emberek cinkosak legyenek, vagy hogy hamisan tanúskodjanak. És Juan Miguel végül eljött a bíróságra? Nem láttam. Biztos a folyosón van. Én alig egy perce jártam arra, de nem volt ott. Most már el kell vinnem. Bármi is történik, kérem, tudassa velem, ügyvéd úr. Megígérem. Szia! Szeretnék beszélni veled. Mondd csak. Zavar, hogy felhívtalak? Nem. És tudod, hogy nem vagyok Mexikóban? Hát, már régen nem hallottam felőled. És hol vagy? New Yorkban. Eltűntél, mint a szélvihar. Azért jöttem ide, hogy szép jövőm és sok pénzem legyen, mire visszamegyek Mexikóba. És jól haladok. Sokat dolgozom, és jól haladok. És miért vagy kiért hozol ennyi áldozatot? Érted. Honnan tudsz a kicsiről? Omártól. Ő mondta, hogy megszületett. És ez a gyerek csak az enyém lehet. Szóval, akkor már Omar is tud mindent. Elmondtad neki, hogy mi volt? Megmondtad neki, hogy te meg én? Nem, nem mondtam meg neki, Maricsúi. Azok után, hogy milyen bizalmas volt velem, nem mertem neki megmondani. Nem mertem neki megmondani, hogy az a nő, akit annyira szeret, ugyanaz a nő, akit én is őrülten szerettem. És a feleségem volt. De tudom, hogy egyszer úgy is megtudja, mert a hazugságok, az eltitkolt igazságok mindig kiderülnek. De nem én fogom neki elmondani. Szeretném, ha te mondanád meg neki. És most kérlek, mondd meg, hogy hol van a fiam, mert szeretném látni. Minek? Hogy minek? Szerinted nem nevetséges feltenni egy ilyen kérdést egy apának? Egyszerűen csak szeretném látni, mert az én vérem folyik az erejben. Az én fiam. Sajnálom, Juan Miguel, de nem láthatod. És miért nem? Mert a fiunk meghalt.
Honnan jön ilyen szépen kiöltözve, Bálbéna? Egy olyan helyről, ahová beidéztek, és be kellett mennem. Gondolom, a bíróságról beszél, ahol annak a nőnek a tárgyalása folyik, aki itt volt nevelőnő. Igen, szegény. Hogy szegény? Mégis mit mondott róla? Talán nem vallott a lányom gyilkosa ellen? Én csak azt mondtam el, amit tudtam és amit láttam. De azt nem látta, hogyan szúrta le Vivianát. És maga is tudja, hogy az a Blanka ölte meg. Azt kérdezték, hogy milyen ember volt, és azt mondtam, hogy szerintem nagyon jó lelkű. Ezért jöttem el, Estefánia, hogy karriert csináljak, hogy ne legyek egy senkiházi, és kiérdemeljelek. Őszinte voltál, amikor azt mondtad, hogy pénz nélkül semmi esélyem nálad. Ezért döntöttem úgy, hogy elmegyek New Yorkba. Ez érdekes. Egy nap visszamegyek, és megadok neked mindent, amit megérdemelsz. Vársz majd rám. Elképzelhető. Attól függ. Mitől? Hogy igaz-e, amit mondasz? Ne kételkedj bennem, Estefánia. Szeretlek. És nem felejtettelek el. Egy szót sem szólsz. Látnom kell, hogy el is higgyem. Majd meglátod. Megígérem. Esküszöm. Szeretsz? Ezt a fantáziádra bízom. Még valami? Ez minden. Szeretlek, édesem. Vigyázz magadra. Szia. Megmondanád végre, ki volt az? A sofőröcske. Izrael. Mi? Meghalt. A fiam meghalt, és még csak nem is ismertem. Eddig nem is tudtam, hogy létezik Mari Csúly. Egy gyerek kettőnk véréből. Vagy nem igaz? Most is becsapsz, Mari Csúly. Igen, ez az. Nem tudom elhinni, amit mondtál. Ha igaz lenne, nem lennél ilyen nyugodt, nem így viselkednél. Mégis mit tehetnék? Tovább kell élni akkor is, ha az élet tele van fájdalmakkal. De a jó Isten mindig ad megnyugvást, hogy sikerüljön elfelejteni a fájdalmunkat. Miért nézel így rám? Annyira megváltoztál. Látlak, hallgatlak és esküszöm, hogy nem ugyanaz a Mari Csúly vagy, akit én megismertem. Sokat kellett változnom, mert az élet kemény volt velem, és túl kellett élnem. És mi történt a gyerekkel? Hogy halt meg? Hát, hirtelen megbetegedett, és mivel Omar nem volt a birtokon, én gyorsan eljöttem a gyerekkel a fővárosba. És itt meg... De miért nem jöttél el hozzám? Miért nem kerestél meg engem, Mari Csúly? Mert minden olyan gyorsan történt, és különben is volt elég gondod, nem? Milyen gondok? Kérlek, hagyd abba, nem akarok erről többet beszélni, nem akarok rá emlékezni. Egyszerűen nem akarok, érted? Megkérdezhetem, mit érzel Omar iránt? Miért mondtál igen neki? Miért akartál hozzá menni? Remélem, hogy nem akarod folytatni a játékot azzal a kis sofőrrel. Nézd, Estefánia, szerintem abban a helyzetben, amelyben jelenleg vagyunk, ez elég veszélyes. Légy szíves, ne bonyolíts tovább a dolgokat. Ne aggódj! Nincs is Mexikóban, New Yorkban van. New Yorkban? És mit csinál ott? Nem tudom, de mondtam neki, hogy csak egy feltétellel járok vele. Tudja, hogy hozzá vagyok szokva a jó dolgokhoz, és hogy a pénz nagyon fontos. Abból aztán soha-soha nem lesz senki. Te sokkal többet is kaphatsz, kicsikém. Orvosnak tanul. És ha igaz, hogy sok pénzzel jön haza, akkor nem is olyan rosszak a kilátások, nem? Csak ha milliómosként ér haza, és nincs jobb nála. Csak akkor. Válaszolj. Miért akartál hozzámenni Omarhoz? Miért nem mondasz semmit? Nekem nem kell számot adnom az érzelmeimről. Sem arról, hogy mi történik velem, érted? De én szeretném tudni, hát nem érted? Szívből megköszönném, ha végre eltűnnél a lakásomból. Már épp eleget beszél.